Sziasztok! Ismét itt a Bögre Podcast, és akár hiszitek, akár nem, elérkeztünk a tizedik adáshoz. Jó! Úgyhogy egy nagy ajándék, ha kedveskedünk nektek, ez pedig a tizedik adása a bögre <laughs> Igazából jó, mert mindegyiket úgy vezeted fel, mielőtt kimondod a számot, hogy hát elérkeztünk ehhez az adáshoz is, ez a... <laughs> Nyolcadik. Mert minden egyes adás meglepetés, amit még mindig csináljuk. Hát az biztos. Nem kezdünk ma. Már leszoktunk arról, hogy előre beharangozzuk a témáinkat, mert mi sem tudjuk néha, hogy mi lesz, ami marad, és mi az, ami kikerül. Úgyhogy kezdjük azzal, ami biztos, az az Nvidia bejelentése. Nagyon aktív mostanában az Nvidia két szempontból is. Egyrészt, nagyon szivárog. Ki szivárgott egy ilyen? Igen, mond csak Balázs, mond, mond. Szivárog az Nvidia. Szivárog. Lesz egy PC építő embereknek igen különösen ható csomagja az <laughs> Nvidia-nak. Azért fogalmazok ilyen körülményesen, mert mert igazából még én sem nagyon látom, hogy ez kinek lesz jó, de készül az Nvidia GeForce Revival kit. Mármint PC Revival kit. Mi történt a GeForce-en, hogy újra kell éleszteni? Nem azt kell újraéleszteni. A PC-seket kell újraéleszteni? A, a PC-seknek a haldokló PC-jét kell újraéleszteni. Ennek a csomagnak a lényege az az lesz, hogy egy kényelmes kis pakba fogunk kapni, vagyis hát nem fogunk kapni, ők fogják árulni, <laughs> A GTX 1060-ast, abból pedig ráadásul a 3 gigás változatot, ami nem biztos, hogy egy szerencsés választás, hogyha az ember hosszú távra tervez, lesz benne egy 240 gigás SSD és egy táp ami ezeket feltölti majd elektromossággal. Hmm. De tegyük fel, hogy én elkezdek összeszerelni egy PC-t, és nincs mit felvennem. Mi tudsz ilyenkor ajánlani? Gondolt erre is a Nvidia csapata? Ja, ja, hogy ez már egy ilyen előre számító kérdés volt. Igen, az Nvidia is ad irányzott. hozzá a pólót is. Egy pólót végre megoldodott a probléma. <laughs> hát kell valami, hogy... Miért, hogy még hogy drágában a drágában adhassák, igen. És Gears of War 4 is. Ah, miért kéne bárkinek is a Gears of War 4? Ezt ne tőlem kérdezd, de beszéljünk egy kicsit erről a koncepcióról. Elvileg az lenne a lényege, hogyha haldoklik a PC-d, és hát nem is csak, hogy haldoklik, lehet, hogy mondjuk az egyik alkatrészet tönkre megy, de akkor egy alkatrészt cserélsz ki. Ez inkább azon, hogy előregedik, és már nem teljesít úgy, akkor egy pakba megkaphatsz mindent, ami szükséges ahhoz, hogy ismét jól teljesítsen. De az a probléma, hogy ez nem minden ahhoz, hogy jól teljesítsen. <há> ez eléggé specifikus, tehát hogyha most éppen neked pont hogy a merevlemezzel, a videókártyával és a táppal kell, hogy problémád legyen, ahhoz, hogy ez így tényleg. Tehát, hogy így, ó, bárcsak lecsérhetném most a merevlemezemet és a videókártyamat és a tápomat, és akkor ez tökéletes neked. De vajon tökéletes el? Nem beszéltünk még az árazásról, mert mindig itt ugrik a majom a vízbe. Egy előreépített PC is jó, hogyha mondjuk 50 ezerrel olcsóbb, mint hogyha külön meg az alkatrészeket, de általában nem ez a helyzet. Hanem mondjuk fordítva, 400 euróra van egyelőre beárazva, de igen, ez még mindig csak a szivárgás része. <laughs> akkor is ezt fogom mondani. Ö, ami nagyjából megfelel annak az állnak, hogyha külön veszed meg a termékeket. Tehát azt akarod mondani, hogyha én nekem szükségem van egy videókártyára, egy tápra és egy merev meg a Gears De várj, hogyha, hogyha mondjuk pont nincs szükségem mert nem vagyok hülye, meg pólóra, akkor jobban megéri külön-külön megvenni őket, mert akkor már is megnyertem a Gears és a póló árát. Nem tudom még, hogy pontosan hogy lesz. De alapból maga az összeállítás. Tehát kétféle PC játékost ismerek. Van a te fajtád, meg az én fajtám. A te fajtád az, aki nem akar foglalkozni vele, aki azt akarja, hogy legyen egy kézgépe, ami megnyomja a gombot és az működik. Mi, igaz? Mi gyakorlatilag glorified konzoljátékosok vagyunk. Te. Hát az én fajtám. Ja, a te fajtád. Igen. Hát a, a, egy olyan konzoljátékos, akinek több pénze van. Uh, nem feltétlen. Ne, inkább olyan konzoljátékos, aki, aki szeretné lenézni, ugyanakkor a konzolja <laughs> és a konzolokat. Szóval te az ilyen egyszerű emberek közé tartozol, aki. akinek milyen jó dolga van akinek, az életben, akinek... és mondjuk a gépépítés már nem biztos, hogy belefér. Vagy hobbiként se érdekli, ezért csak játszani akar semmi egyébben nem foglalkozik. Az én fajtám meg az az, aki szereti berendelni egyenként az alkatrészeket, meg magának összeállítani a konfigot. Tehát én is még a, még a megszállottnak a, a lájtos változata vagyok, mert vannak ezek az RGB világításos őrültek, amilyen szintre már nem szeretnék eljutni. Annak is megvan a szépsége, de én már nem megyek arra, hogy az alkatrészek színben is passzoljanak, és utána szépen megvilágítsam őket, hogy egy üvegfalú házon keresztül nézzem. Megvan ennek is a szépsége, ott még nem tartok. De ez a kit próbál a, a két faj közé beékelődni. Mert hogy te nem fogsz már egy ilyen kitet megvenni, mert egyrészt nem tudod, másrészt meg nem akarod kicserélni magadtól a videókártyádat, meg a, az SSD-det, meg a tápodat. Mert félsz, hogy elrontod, félsz, hogy valami baja lesz meg egyszerűen, nem akarsz ezzel foglalkozni. Az én fajtám meg... Minden a te az én népem? <laughs> hát nem is az enyém, hanem a nép, akikhez tartozom. Ők meg úgy vannak vele, hogy nem szeretnék, hogy az Nvidia előre összeállítsa nekik, hogy most én kapok egy MSI GeForce GTX 1060-ast, ráadásul a Twin Frozer változatát, amihez kapok még majd egy Corsair CX 450M tápot. Ami így nem biztos, hogy elég lesz az én konfigomhoz, mert attól is függ, hogy hány merev van még emellett, milyen processzorom van, akarok-e overclockolni, vagy nem akarok-e overclockolni, balás fel akar -e ébredni, vagy nem. fel akarom akasztani magam. <gül> De <gül> én amúgy értem, hogy mit mondasz. Tehát, hogy egy két szél között a pad alá. Egyelőre nekem úgy tűnik, hogy igen. Az a nagy kérdés, hogy ha most jön ez az Nvidia kit, akkor vajon jön-e erre válaszként az AMD kar? Nem. Ez, ez, Ezt a viccet? Igen. E, nem vettem rá a fáradtságot. Hát, hogy kit, meg kar. Ja, hogy kocsi. Tehát, hogy kit a kocsi, David Hasselhoff. Mert Igen, mert és az akkor ellenség... nem azt mondod, hogy izé az AMD Hasselhoff? Mert kitnek az ellensége kar, nem Hasselhoff. Ja, a azt gonosz kit. azért kar, mert kocsi, kar. A, így hívják a Komolyan. K -k Kával és két errel. Sosem néztem elég. Ő a nájtere, gonosz kit. Van gonosz Hát a gonosz hikertesvére vagy, hogy mondják ezt ide, ne most keres, rá, de nem ez keresem, így van. És nekem azt hiszem narancsárga a kis bizbasz az elején, nem piros. Nem hiszem, mert hogy az AMD nem feltétlenül engedheti meg magának azt a luxust, hogy ilyen fölösleges szarokat kidobja ami amit senki nem benne fog benne lesz kit a gt 5-ben, na mindegy, én csak annyi, hogy ennyit tudok hozzászólni ez a témához, Te hogy kit benne lesz a GTA 4-ben. Elkezdene hullani a frame rét, és hirtelen 45 alá esnél, 30 alá esnél, Hajlandó -e lennél megvenni egy ilyen pakkot, hogy aztán te magadnak kicseréld a dolgokat? Nem. Nem, de hogyha te megcsinálod, akkor, akkor igen. De szerintem ez egy kicsit profi játékos már nem ajánlaná vagy nem játékos, kicsit profi gépépítő már nem biztos, hogy ezt ajánlani, nem azt mondaná, hogy akkor inkább vedd meg ezt meg a most, azok sokkal jobban mennek egymáshoz, sokkal jobban a te ami van. A többi alkatrész az, ami megmarad. Ja. Mondjuk ez olyan, hogy az SSD azzal nem lehet mellé nyúlni, nagyjából, mert az SSD az SSD. Nagyon ritkán van úgy kifejezetten szükséged SSD-re. Ez inkább csak olyan, hogyha a teljesítménye csökken egy, a gépednek, akkor az a legritkább esetben az SSD hibája, vagyis a, a, a hibája. Nem? Hát az SSD nagyon durván fel tudja gyorsítani a gépedet. A játékokban viszont csak a töltési időt. Hát ez az, hogy a framerate rétről beszélgettünk most igen, éppen, igen, is, a ahhoz nem köze. nagyon segít az SSD. Tehát, hogy a ez esetben. igazából ez egy ilyen olyan, hogy raktak valamit, amire úgy mindig szükséged van, mert tárhely mindig kell. Hát az SSD az a szinonimája a sebességnek a PC építés szempontjából, és lehet, hogy ezért is csatolták hozzá, hogy hú, ha SSD van benne, akkor ez, ez nyilván valami über szuper dolog, amitől száguldatni fog a gépem. Érdekes megoldás, de én ezt, ezt, hogy így, még az úgy nagyjából oké, de ez, hogy Gears of War mellé, meg Polo, Hát az már azért, hogy, hogy ne különvedd az alkatrészeket, hanem hogy legyen valami, amit az Nvidia ad hozzá, és nem pedig csak bevásárol neked, mint vannak ezek a szolgáltatások, hogy felhívod a tesco hogy hozzon neked kiflit tejfölt, meg akasztókötelet, De... és De... akkor egy Adnak egy szállítság. fekete pólót. Meg, meg kíváncsi lennék, hogy lesz -e több, lesz -e Ultra Revival Kit, amiben mondjuk nem egy 3 gigás 1060-as van, hanem egy 1080-as. Na, de az, az egy dolog, hogy mi mit szólunk hozzá, de ami igazán számít, hogy Amerikában lehet-e erre piac, van-e olyan ö, sáv, akinek. Réteg. Tessék? Réteg. Igen, van olyan réteg, akinek derogál az, hogy egyenként rakja össze ezeket a dolgokat, viszont az nem derogál, hogy megvegye valakitől egy ilyen csomagban. Amit az előbb mondtál, az megfordítva. Tehát, ugye, hogy nálunk így a kettőnk közé esik ez a, ez a dolog. Mm. De hogy lehet, hogy Amerikában van egy ilyen kicsit snob aki azt mondja, hogy hát ő nem vesz előre épített PC-t, rakja magának, de akkor már vesz egy ilyen csomagot. Aha. Hát belefér. Igazából, amire ez jó, az az, hogy apunak van, vagy anyunak volt egy PC, amin dolgozott, vagy volt egy családi PC, amit eddig az egész család használt, de mondjuk vettetek egy újat és kis Pista megkapja ezt a számítógépet, 12 éves, nagyon boldog, hogy megvan a saját gépe, de nem fut rajta rendesen a Skyrim, mert hogy tegyük fel, van benne egy jó vagy egy közepes proci, de az prociban az integrált grafikus kártya az már nem elég erős, és erre viszont jó lenne a pak, mert akkor abba a gépbe valószínűleg már nem hiányzik semmi, csak egy, egy dedikált videókártya, ahhoz már viszont kell az erősebb táp, meg nem árt, hogyha van mellette SSD is. Ez igen specifikus, főleg annak a fényében, hogy szerintem ez esetleg itthon igaz, de Amerikában nem hiszem, hogy PC-t használ bárki is, mondjuk munkára. Tehát akkor már inkább ja. iMac-et, van ilyen, hogy állj meg. <laughs> kell lenni. Megbukott, na. Az hát használ... de a, az IMek az nem a nagy? Vagy az már más? Akkor, iPad-et használnak, meg akkora, iPodot. Akkor a prolik vagyunk, hogy kütyült. nem is tudjuk, hogy Mi <laughs> Ezek a modern kütyüket így használják, csak nyomkodják egész nap. Szóval, hogy amennyire én tudom, hát lehet. nem igazán használ senki pénz. De a világ... Más De a, vil... részén, hát a más részén. csak ha. nem éppen mondjuk Oroszország a, a célpiac, meg Namíbia, az... meg Kelet-Európa, hanem Amerika. Hát, tehát hogy én Persze, még... hogy Amerika ennyit látok egyelőre, hogy az eddig nem játékos PC-ként használt számítógépeket, ezt így injektálni lehet egy kis erővel. De kifejezetten olyan gépekről beszélünk, aminek van nagy számolási kapacitása, csak a grafikus funkciókra nem annyira van. Tehát ezért mondta azt, hogy munkára jó volt, mert tudod tudott egyszerre 20 Excel táblázatot kezelni. De meglepődnél, mert hogy ha nem veszel videókártyát, akkor akkor, csak akkor viszonylag, ki viszonylag olcsón kijöhet egy gép is, lehet bele erősebb procit is tenni. Csak azt mondom, hogy ez túlságosan specifikus, hogy egy egész szolgáltatást építsen rá az NVIDIA. Nemrég láttam egy kritikát, vagy egy elemzést, nem is tudom, review arról a számítógépről, amit külön úgy gyártottak, hogy van hozzá válpánt, és a hátadra teheted, mert kiváró, kiváló VR élményt biztosít az hogy nem kell a kábeleket rugdosnod magad körül, meg kerülgetni, hanem egyenesen a hátadon van a PC. És akkor itt a srác Austin Evansnek hívják, nagyon jó tech csatornája van a Youtube-on, rohangált a szobába, nem rohangált, de járkált a szobába úgy, hogy a fején ott volt a Vive, a fülén ott volt a fejhallgató, a hátán meg ott volt a PC. Én végig azon gondolkoztam, hogy ki fogja ezt megvenni. Meg hogy nem az, hogy ki fogja, mert mindig van tíz ember, aki megveszi, mert annyira elhivatott. De hogy azért egy terméket elindítani, meg promózni nagyon sok pénzbe kerül, meg az uh -huh. R&D előtte, azért az is egy csomó időt elvesz. Hogy megéri hátizsák PC-ket gyártani, akkor szerintem egy ilyen revival kitet igazán megírja az Nvidia-nak, mert igazából csak egy új dobozt kell gyártani, meg <laughs> lebeszélnie a korszerrel, hogy dobjanak már nekik egy SSD-t, meg egy tápot figyelemmel kísérjük ezt, vagy el fogunk róla feledkezni. Mert amúgy tényleg érdekel, hogy mennyire lesz ennek piaca. Kéne figyelni. Rád bízom. De engem az is érdekel, hogy így mások mit gondolnak erről. Tehát, hogy így, hogyha úgy gondoljátok, hogy végig hülyeségeket beszéltem, akkor kommentbe kérlek, írjátok meg, mert én, én tényleg nem tudom egyelőre hova tenni ezt a terméket. Na de van-e valami más? Ja igen, igen, mondtam is, hogy aktív volt az Nvidia. Az, hogy kijönnek egy ilyennel, az azért az aktivitásnak csak a csirája. De hogyha még van valami, akkor van most mondd e el, vagy hallgass örökre. Egy rész. Jön a 1080 Ti. Jó, ez érdekes. Tovább. <laughs> Erről nem fogunk beszélni, mert nincs miről beszélgetni. Jön a második legerősebb Nvidia kártyának az erősebb változata. De hát, hogy Tehát, a legerősebb Nvidia kártya vagy? Nem, még mindig hát a Balázs, második volt, legerősebb. egy ilyen, volt egy ilyen találós kérdés, hogy hanyadik vagy, ha megelőzöd a másodikat. És mindenki rávágt egyből, hogy ha én akkor az első vagyok, de akkor hogy a második, vagyok. vagy. Szóval ez is a második lesz. Nem trónfosztás lesz, hanem ezüstérenfosztás lesz nvidia -nál. De, amiről beszélni szeretnénk, az az Nvidia klub, vagy a GeForce Elite, klub, klub GeForce Elite. Ez olyan, mint a szuper kalandozó klubja? Nem hiszem, hogy ez pedofil öreg emberekből áll. Még. Mir Miről fog ez szólni? Nagyon jól hangzik. Ez egy újabb szolgáltatás, amivel az Nvidia próbál a szoftveres környezetbe betagozódni, vagy nem is tudom, hogy mondjam mert hogy a GeForce Experience, az az, amit az Nvidia videókártyákhoz csatolnak, ilyen szoftver, amin keresztül optimalizálni tudod -e a játékokat, meg amin keresztül a videókat is felszoktuk venni a csatornára. Ezt a szolgáltatást tették nemrég fiók függővé, tehát nem az van, hogy letöltött, telepíted magadnak, ahol ha is használod, hanem most már vagy egy Gmail, vagy egy Nvidia fiókot csatolnod kell ehhez a szolgáltatáshoz, ami nem túl szerencsés, mert hogy mert De emellett még aktívoskodott az Nvidia azzal, hogy ezt az Elite fogja csinálni, amiről még nem tudunk sokat, csak azt, hogy havi 10 dollár lesz, vagy euró. A, még egy előfizetéses hülyeség. Még egy előfizetéses hülyeség, amire ez szükség volt. Tehát így, tudod, így azért játszik sokszor PC-n az ember, mert nem akarja ezeket a konzolos baromságot, mint a Playstation Plus, meg a az Xbox Live vagy hogy hívják Igen. De mégis, mégis szivárognak át. Hát látod, mondom, hogy szivárog az Nvidia. Egyrészt az infók szivárognak ki belőle, meg az, a konzolos funkciók szivárognak át PC-re, amire nincs szükség. Egy előfizetés, amin keresztül majd fogunk kapni indiátékokat. A GeForce Experience App Store-on keresztül, ami jelen pillanatban még így nem is létezik. Ne fárasz már, még és egy... attól félek, hogy lehet, hogy ez is egy külön kliens lesz. Hát ez nagyszerű. Már nekem a könyökömön jön ki ez a sok kliens. Aztán lesz valami felhő funkció a PC-vel kapcsolatban, hogy tárolni tudsz -e rajta, vagy streamelhetsz róla játékokat, ezt még nem tudjuk. És hát lesznek exkluzív in tárgyak és skinek. És uh, GeForce Gear. Ez nem tudom pontosan mire utal, hogy nem hiszem, hogy postázni fognak neked GeForce cipőt, meg GeForce pólót. Lehet, hogy ez is játékon belüli téma. De, de kezdjük az elején, Szükség van-e egy Bundle of Free Games? Fárasztó vagyok -e ez a szarsághoz, amiket most felsoroltál, de azért próbáljuk meg végigvenni. Szóval az eleje, a Bundle of Free Games. Miért, jelent az, hogy Bundle? Van valami, hogy mennyit fogsz kapni, milyen időközönként? Ne, valószínűleg havonta. Azt nem tudni, hogy mennyit, azt se tudni. Ez valószínűleg, mivel Bundle, ezért gyanítom, hogy kisebb és közepesebb kaliberű játékok. De hogy van már nekünk egy bundelünk, ami így is elviszi az összes pénzünket, ez pedig a Humble Bundle, amit nem biztos, hogy mindenki használ, nem biztos, hogy mindenki ismer, de több bundle szolgáltatás is van, olyan is, amiben látod előre, hogy mit kapsz, olyan is, amiben nem látod hogy előre, hogy mit kapsz. Ezek között gyanítom, hogy átfedés is lesz, vagy lehet, hogy mivel a GeForce App Store-on keresztül fog működni, ki tudja, tehát hogy teljesen jelentéktelen, fölösleges játékok lesznek, amivel soha senki nem fog játszani? Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül kell egyenként vizsgálni ezeket a dolgokat, mert mindegyik arról szól, hogy van egy jól, terme, jól termelő szegmense a piacnak, amire a GeForce most be akar lépni. Legyen az az előfizetéses modell, a bandülök kiadása, vagy a kliens, mint saját kliens működtetése és amellett persze virtuális bot működtetése. És mindegyik olyan, hogy ez a nem már fejem van tőle, de két élő dolog. Az egyik éle az, hogy a verseny elvileg jót tesz. Hogyha nagyon bosszantó egyszerre 80-at használni, de hogyha ezek versengenek egymással, akkor abból a játékos, illetve a végefelhasználó jól jön ki. Hogyha nincs verseny, az pedig Elég negatív hatású. Ezért szóval forgatom a szemem, hogy most miért kell az, hogy Uplay, meg Gog, meg uh, Origin, de a Gogot hagyjuk kicsit más a, a, így a, profilja. a profilja. De az, hogy Gog, meg Origin, meg a Warner Bros. is akart magának csinálni sajátot, meg Unreal, meg mit tudom én, és ez, ez fárasztja az embert is, meg a gépet is, meg mindent. De hogyha, meg hosszú távon nem kifizetődő. De hogyha nem lenne, akkor meg az lenne a baj, hogy a Steam alkodó lenne. És az sose jó, hogyha nincs, nincs piaci verseny. Lásd mondjuk Windows. Egészséges egyensúlyt kéne fenntartani, mert novemberrel is ez a probléma, hogy a legnagyobb kiadók novemberre időzítik, október második felére, és novemberre időzítik a nagy játékokat, és azzal csak azt érik el, hogy egyiket se veszik elegen. Tehát kitűzik célnak, hogy az enyémet vegyék meg első hétvégén 5 millióan, és csodálkoznak, hogy nem veszik meg 2 millióan se, vagy még kevesebben, de pont azért, mert nem volt hajlandó egy héttel arrébb tolni. A másik, ami ide kapcsolódik, és ugyanez a logika, hogy a, a bundle. Igazából egyetlen egy előfizetéses bundle oldal van, vagy szolgáltatás, ez pedig a Humble Bundle csomagja. Mármint most a Humble Monthly-ra gondolsz, a igen, havi 12 igen, dolláros. Igen, hát az előfizetéses, azt mondtam. Ja, Egyelőfizetéses van. És azt mondom, hogy oké, okay, a GeForce most minek tesz itt a szépet, mert én nyilván nem fogok előfizetni kettőre. És az egy kétszer mondjuk 10 dollár, az szerintem sok egy átlagjátékosnak arra, hogy talán kap valamit, ami esetleg tetszik neki. Ráadásul úgy, hogy a Humble monthly is kapsz egy hónapba 6-7 játékot, hogyha még a GeForce is vagy az Nvidia is rak mellé négy játékot, akkor egy hónapban kapsz tíz játékot, és jó, ha kettőre van Igen. időt belenézni. Igen. Ugyanakkor nem mondom azt, hogy ne legyen, mert megint csak az, hogy ez versenyhelyzetet teremthet. Az, hogyha már kettő vetekszik egymással. Csak én azt érzem, hogy így, ha el, ez olyan, mint, a, mint hogy a Netflix. Hogy tök hogy van Netflixed. És én szeretem, hogy van Netflixem. De akkor már van egy olyan is, hogy akkor már előfizetek az Amazonra is. Meg az HBO -ra. Meg az HBO ra meg esetleg a hulu ha lenne Magyarországon. És akkor ott járok, hogy hat előfizetésem van, amik mindegyik kicsit mást ad. Tehát, hogy az HBO gon fenn vannak az HBO sorozatok, a netflix a Netflix-ek, stb. 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 Tehát nem mondhatod azt, hogy ez nekem nem kell, a másik meg egyértelműen kell. És a vége az, hogy fizetsz mondjuk 50 dollárt egy hónapban meg csökkenthet a bundle minőségén, mert most az a helyzet, hogy ott a Humble Bundle, meg mondjuk a Bundle Stars. Akkor ezek a szolgáltatások kopognak a kiadóknál, hogy építünk bundle kéne játék. Nem tudom pontosan, hogy hogy működik a rendszer, hogy a kiadó keresik a Humble Bundle-t, vagy fordítva, szerintem így is, úgy is. De akkor most már az lesz, hogy ott van a kiadó, és bekopogtat hozzá a Humble Bundle, meg bekopogtat hozzá az Nvidia és az fogja kapni a játéknak a terjesztési jogait, ilyen bándörös kereteken belül, aki mondjuk, tegyük fel, egy többet fizet. És ez azért rossz, mert a Humble Bundle most be tudna zsebelni havi 3-4 nagyon fasz a játékot, de hogyha az Nvidia is betör erre a piacra, akkor ez lesz, hogy két játék jut a Humble bundle két játék megjut az Nvidia-nak. És neked meg ahhoz, hogy azt a játékot, amit régen megszereztél egy előfizetéssel, azt most így kettőből kell összesakkozni. Másrészt meg nem tudjuk, hogy az NVIDIA vakon fogja ezt csinálni. Nem tudjuk, hogy az lesz-e, hogy figyeljetek, szeptember 22 van, ezek lesznek az októberi játékok. Vagy október 10 van, itt vannak az októberi játékok. Biztos vagyok benne, hogy nem. Nem mondom, hogy biztos vagy benne, mert mert nem, de én pessimista vagyok alapvetően a piacsal kapcsolatban, és uh, szerintem nem fogják, mert kockáztatják azt, hogy leiratkoznak róla hát, a Kockáztatják, de ez nem nem a teljes szolgáltatás, hanem még mellé hát, vannak mell ezek mell az, az még a... mitemek, meg mindenféle szar. Meg aztán ki tudja, valószínűleg lesz az Nvidia Hardverek mellé kiterjesztett garancia... Ah, hasonló. ezek olyan ilyen megfoghatatlan ez, ez már én, én, dolgok, mint én, a póló, hogy így, hogy így uh, nesze semmi, fogd meg jól. Nem kellett, de most felállrazzuk neked igazából. Itt van egy rakásán szolgáltatás, amire nem volt szükséged. Örülök, hogy van verseny, csak legyen az a vége a versenynek, hogy az Nvidia kikopik nagyjából egy év alatt belőle, és uh, nem teszi a másikat. És azt hiszem, hogy Uplay egy jó példa. Mindenki utált a uplay eleinte. Egy szörnyű volt, egy használhatatlan kacat. De a legutóbbi frissítésekkel olyan dolgok jöttek be, amik most már szinte egy szintre emelik a Steam-mel. Nagyrészt lenyúlták a Steam dolgait, de most már vannak achievementek. A Uplay mellett az Origin is javult, méghozzá azzal, hogy behozták a, az Origin Access-t, ami megint csak egy előfizetős szolgáltatás. Ami a, az várjál... mondjuk egy tök jó szolgáltatás. Az mondjuk egy tök jó szolgáltatás, mert 4 euróért hozzáférsz egy mennyi? 40 játékos, 30 játékos könyvtárhoz, és azokkal addig játszhatsz, amíg futóban van az előfizetésed. Igazából kétfajta modell van itt, illetve nagyon sokfajta modell van, de az egyik ez, hogy van egy könyvtár, amelyik folyamatosan bővül, és amíg tart az előfizetés, addig játszhat velük. Az EA Access mellett ezt használja a Playstation előfizetés is. Ezzel szemben van ez a kapsz valamit, és örülj neki módszer, ami a Humble Bundle, illetve az Xbox Live. Ugye ott is uh, minden hónapban kiszúrják ilyen tíz éves játékokkal a játékosok szemét. <laughs> Tehát konkrétan olyan játékok vannak ott, hogy én szégyellem a, a helyettük magunkat, magukat, hogy, hogy képesek voltak ezt így hát adni. Mert hogy ugye az, úgy indult, hogy az Xbox Live azt mondta, hogy mostantól fizettek a multiért. És akkor az emberek így rendben voltak ezzel, és mivel rendben voltak vele, ezért a Playstation, illetve a Sony is kitalálta, hogy jó, akkor ti is. És a Sony is bevezette a fizetős multit. De a Sony megtolta azzal, hogy de itt vannak még ezek a játékok, amik tart az előfizetésed, játszhatsz velük. Erre jött a válasz csapás a Microsofttól, hogy igen, akkor tessék, itt van a Rainbow Six ö, Vegas 2, vagy micsoda, ami az Xbox 360 megjelenésekor volt az egyik címe a játéknak, és képesek voltak egy 2006-os játékot ki, odadni, és ilyen nagy lelkön odadni, így, így szólták az embereknek az előfizetését cserébe 2014-ben, azt hiszem. Vannak érdekes megoldások, szóval, hogy... Én ezt tudom támogatni, hogy van egy könyvtár, és amíg tart az előfizetésed, addig azt úgy használod, ahogy akarod, amennyit szeretnéd. És ráadásul az ix nek ez az 5 eurós, dolláros... Négy. Négy? És tudod mi ebben a gyönyörű? Ez teljesen Amerikában tersd. 5 dollár, Európában 4 euró. És ezt, ezért gyűlölöm <laughs> a steam egyébként, mert ott egyenes a átváltás euró és dollár között, ott 60 Dollárhoz 60 euró, és nagyon-nagyon csúnyán kibasznak velünk így. Az ilyen meg megtette, hogy azért csak nem egyenlő. Már nagyon közel van egymáshoz, de csak nem egyenlő a dollár meg igen, az euró. Igen, szóval ez teljesen baráti, mert 4 euróért olyan játékokhoz kapsz hozzáférést, hogy a Plants vs. Zombies, Garden Warfare, Mirror's edge Dragon age Jack, Dragon Age Inquisition, aztán egy csomó sportjáték, ott van a FIFA, NFL, Mass Effect trilógia, ha még Andromeda előtt fel akartok készülni ezt a posztot az ijjé támogat. <laughs> <laughs> Nem. De közben meg most, hogy ezt így felvetetted, elkezdtem aggódni, hogy ki tudja, az Nvidia arra készül, hogy más már a driverek fizetősek lesznek. Amivel mondjuk kiadnak havonta hármat. Nyilván ez ilyen Evil Corporation össze hogy mondják, összeesküvés elmélet. tarthat erre a dolog. Hát, uh... De az nagyon-nagyon ocsmány lenne, hogyha ezt csinálnák, mert azzal igazából maguk alatt vágnák a fát, mert a driverek arra jók, hogy az Nvidia hardware-en jobban fusson a játék, és hogyha fizetősít teszik azt, hogy az Nvidia hardware-en jobban fusson a játék, akkor az emberek nem fognak Nvidia hardware venni. Mindig alábecsüld az emberek butaságát Ákos. Hogy ne vennének? <laughs> Tehát ez, amit most mondtam egy példát, azt mondta a Microsoft legyen fizetős a multi, és a Microsoft látta, hogy ez jó, és a Sony is látta, hogy ez jó. Ha az emberek nem fizetnek elő az Xbox Live-ra, akkor most nem lenne fizetős PlayStation Network akármicsoda. Mert mindig addig nyújtózkodnak ezek a cégek, ameddig tudnak, és simán lehet, hogy ha a driverek nem is lesznek fizetősek, illetve előfizetéshez kötve, de mondjuk ez a. X, mi, GeForce Experience, ez, 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 simán lehet. Mert ez egy kiegészítő szolgáltatás. Azt mondják, hogy miért frissítsék ingyen, meg miért adják oda ingyen, amikor sokan használják. Nem még ez nem jön el. Hát reménykedni azt lehet. <laughs> Úgyhogy figyelemmel kísérjük. Tehát az Nvidia mindig próbál nagyot gurítani minden téren, de például a konzoljuk is elég csúnyan elhasalt már párszor. Tehát ők konzolokat vagy akarnak gyártani. És Sos sosem hát tudom, az hogy állnak ezzel. Már kész van. Hát mekkora, mekkora Működik. hangja is van. Hát figyelj. E tehát azért, hogy hozzám az átlagjátékos, az ]hoz és átlag hírfogyasztó nem jut el. Tehát valószínűleg akkor nincs akkora. Ne, nem robbantott át a piacon, mint szerették volna. Igen, de a, a streamingen alapuló konzoljuk valószínűleg sok szempontból át fog szivárogni a Nintendo Switch-be, Úgyhogy csak elértek vele valamit, amit akartak, mert a nintendo biztos jó kis egyeséget kötöttek. Jó van, meglátjuk. Na most nem is az a kérdés, hogy ezt a játékosok uh, lenyelik, vagy nem nyelik le. De, a lengyelek... Legjobb átvezető ever. Szóval a jelek. játékot fejlesztenek. Tud, tudtál erről, az összes lengyel összeült egy szobába, és most játékot fejleszteni? Hát nem, bár, akár. Nagyon sokan vannak. <laughs> De szerintem te hallottál már a lengyel játékfejlesztés egy-két ki kiemelkedő talán, talán. képviselőjéről. A kormányuk, hogy-hogy nem, 8 milliárddal tolta meg. 8 milliárd forintnak megfelelő támogatással tolta meg a... Játékfejlesztés Lengyelországban, ami először is egy örvendetes dolog, mert hogy azért mégiscsak olyan stúdiók vannak ott, mint például a CD projekt, itt és Jeklen. Hát. Vagy CD Prus azt, Prus vagy nem. Mondják azt minden, hogy én CD projektnek mondom, mert Európa közepén élek. <laughs> és ők is. Hát az mondjuk nem egészen. Itt van, de nem baj. Mondjuk azt, hogy kelet-Európa bátorban. Ha vertikálisan felén, nézed, akkor. Persze, van, aki szerint meg Oroszországban van Európa közepe, úgyhogy ez igazából nézőpont kérdése. Magyarország akkor Európa közepe, hogyha még Kirigizisztán Európa. Tehát, meg Azerbajdzsán. Maradjunk ennyiben. Jó. A, a CD projekt az egyik, akiktől nagyon várjuk a Cyberpunk 2077-et. Mm. Nem várjuk nagyon. Mm, nagyon várjuk. Jó. Nagyon várjuk. Azzal kapcsolatban most annyira nem is volt semmi. Viszont. A Tekland is ügyködik valamin. A Tekland elég sok mindent letett már az asztalra, többek között az X-Pen Szerintem senki nem az X-Pen Rally miatt emlékszik rájuk. Fáradlan fordulat volt, hogy azt mondtad. Én igen, én, én, én jó, jól játszottam az X-Pen Rally 1 2 De többen ismerhetik a Dead Island sorozatról és a Dying Light-ról, ami gyakorlatilag ilyen tökére fejlesztett Dead Island volt. Gabi annyit sikerült megtudni, hogy a Techland arra vett fel támogatást, hogy, és most kérlek idéz szó szerint a GameStar cikkét, mert mi forrás megjelöléssel podcastolunk, ha már. Most ezt tőled kérdezem, hogy ezt most azért szedtük a gamestar mert ők fáradtak azzal, hogy lefordítsák, hogy mire kaptak pénzt. Mármint, hogy ők lefordították konkrétan azt, hogy mi ez a leírás. A külföldi oldalak meg ezt angolul írták le, és lusták voltunk lefordítani. Igen. Kérdezem. Igen, igen, abszolút ezért. Jó, oké. Szóval a Techland kapott pénzt, és... Mennyit? Hát mit tudom én. Ott van az első bekezdésben. Egy millió dollár. Tehát... az Austin Powers-ben... A Tehát hozzávetőlegesen 300 millió forintot. Igen. Arra, dopergés... És amúgy irigylem azt a titkánőt, nem az időt húzom, hanem irigylem azt a titkánőt, aki ennek a papírjait elintézte, <laughs> hogy hatalmas méretű ellenfelekkel való interakció prototípusának megalkotása. És ebből a, a szakma le is mondta a következtetést, hogy készül a lengyel Shadow of the Colossus. <laughs> amely... Alapvetően érdek... <laughs> érdekes dolog. De azt is hozzá kell tenni, hogy belső nézetes lesz, illetve belső nézetesnek szánják, és fantasy világban játszódó. Tehát nyilvánvalóan a Shadow of the Colossus 2. Tehát így, nem tudom, elég meredek következtetésre tartom, hogy Shadow of the Colossus stílusú, mert hogy rengeteg videójátékkal találkoztunk, ahol hatalmas méretű ellenfelekkel kell megküzdeni. Attól függ, mit nevezünk hatalmasnak. Hát attól függ. De <laughs> itt nagyon hosszú beszélgetés lenne, ha minden attól függne. És mi mit érzel, Balás? Jó érzel ezzel kapcsolatban? Na most a Techland szépen fejlődik. Tehát amíg a, da a Dead Island az egy olyan kis, nekem meh élmény volt, nagyon sokan imádják, nekem olyan jó. Addig a Dying Light már egy sokkal egységesebb koncepciónak tűnt számomra, sokkal jobban egyben volt. Ugyanakkor ez egy egészen másfajta játékmenetre enged következtetni. De azt is hozzá kell tenni, hogy a Teklen nem csak a kormánytól kapott rengeteg pénzt, hanem a CD projekt egyik meghatározó fejlesztőjét is magukhoz csalogatták. De milyen monyé, vagy hogy hívják a fickót. Szép, ő... lengyel neve van. <laughs> Lehetne még mondani, De ő szerves része volt a Witcher 3 fejlesztő csapatának, és a... az önálló Gventnek is ő volt a fő dizájnere még le nem lépett a Techlandhez, a Gwent meg még mindig bétában van. Remélhetőleg már kifejlesztettek annyit, és a eddigi tapasztalataink alapján már nagyjából kész is van a Gwent, úgyhogy nem kell aggódni amiatt, hogy Damiennek a lelépése hát szabotálni fogja a játékot, de hogy egy, egy veterán fantasy fejlesztőt igazoltak magukhoz a Techlandnél. Amíg itt van nekünk, azok igazából pletykák, és, és nagyon shady dolgok. ilyen ő már nem pletyka. Igen, az persze nem, csak hogy... És ez így egyben, egyben áll azzal, hogy fantasy játékot akarnak csinálni, tehát azért egy ilyen mutatnak a dolgok, de ez még tényleg semmire nem garancia. Tehát ezek, ezek pletykák, és vagy bebizonyosodnak, hogy igazak, vagy nem. Az is lehet, hogy ebből az egészből nem lesz semmi mert szépen ők fejleszgetnek, meg hát ugye ez... Lehet, hogy ez olyan, mint amikor be kell adni valami pályázatot, és kitalálnak valami hülyeséget, ami a pénzt, aztán utána azt csinálnak valamit akarnak, és majd mondják, hogy ja, hát az a projekt az nem jött össze, de helyette itt van ez. Hát lehet az És is. hát ez ilyen Kelet-Európa azért. Viszont jó, oké, okay, hogy így Kelet-Európa, de azt hozzá kell tenni, hogy a CD Projekt is kapott tetemes mennyiségű pénzt, és ők olyan címen kaptak, egyrészt, ha jól emlékszem, hogy városfejlesztés, ami nagyon illik. Parks and <laughs> nagyon illik a Cyberpunk 2077-hez, mert ott valószínűleg rendkívül sok városi helyszín lesz, nem úgy, mint Ez a vicserbe, kvázi... hogy két-három nagy város lesz a többi, meg a vadon. Ez kvázi ilyen öm, szányos fejvadásszerű világ lesz, igaz? Igen, igen, úgyhogy szükség is lesz arra a pénzre, hogy élhető várost kreáljanak. A másik meg a Simless Multiplayer, ami... Most így első blikre a Wasdox 2-ből jut eszembe, mert a Wasdox verte mindig a well mellét azzal, hogy mennyire szim lesz a multiplayer integrációjuk. És úgy néz ki, hogy előfordulhat, hogy a CD Projekt is próbál multit belevinni a 2077-be. Vagy... Ha nem is próbálkoznak, kértek rá pénzt. <laughs> Én a Techlandben azért bízom. Szerintem már annyira kimaxolták ezt a zombi témát, hogy elképzelhető, hogy egy, egy teljesen új irányba akarnak elindulni. Már csak azért is, mert látszólag a belső nézet maradna. Tehát igazából a nézőponton nem változtatnak, azon már nem kell, tehát azt nem igazán kell javítani, nem kell megtanulni például a harmadik nézetű játékot Sőt. programozni. És akkor viszont belefér az, hogy egy, uh, egy más játék kitalálni. Mert nem tudom, hogy fog működni ez a nagyon sok, vagy hatalmas emberek ellen küzd. Hát szerintem úgy fog működni, hogy a Dying light ba is párkúrozni fogsz a hatalmas <laughs> szörnyeken. És a gyenge pontjaikat megvágod. És ők elpusztulnak. Ez érdekes lesz, mert ez ehhez a játékmenethez szerintem a belső nézet nem a legjobb választás. Mert alapvetően szükséged lenne, hogy minél jobban érzékeld a teret. Igen, de a Teklen nem így gondolja. Tehát, King Kong és a... hátán azért így tudnod kéne, hogy most mi van előre, meg merre, meg balra. De, <gül> <gül> hát csak, csak készre veszi valaki, hogy nem irányba haladnak. <laughs> Ja, mert igen, a játékfejlesztésnél ez úgy szokott lenni, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, srácok, ez így nem fog működni, hagyjuk az egészet a picsába. Mert oké, okay, hogy ez a Doom 4-nél működött, és, és jó eredménye lett, de szerintem az inkább a nem jellemző. Nem Vagy... tudom, mi az a Doom 4. Hát ez az. Az elkaszált Doom játék, ami helyett jött a Doom 2016-ban. Ah. Előfordulhat. És, a, és... A, a, a és az ilyenk inkább azt szokták mondani, srácok, ez nem működik. úgyhogy hogy találjatok ki valami jó pre-order, <laughs> vagy találjatok ki valami jó előrendelő idéhez. Srácok, ez nem működik, úgyhogy megyünk a PR-hez. Hogy <laughs> tudnak ebből marketingesek varázsoljanak. <laughs> a marketinges varázslat. Tehát van, aki inkább újrakezd a játékot, meg van, aki megpróbál a szarból várat építeni. És igazából néha az utóbbi jár jobban. Rövid távon legalábbis. És az játékosnak nincsen hosszú távon memóriája, mint <laughs> ismeretes, úgyhogy hosszú távon is. Na de, mikor lesz újra nagy a magyar játékfejlesztés? Úgy értem, hogy vannak nyilván stúdiók, és csinálnak dolgokat, nagyon, stúdiók, inkább az animációk terén vagyunk ott a világ élvonalában, de nagyon rég volt már egy Imperium Galactica 2. Vagy egy akárcsak egy Crisis Warhead szintű nemzetközi nagy siker. Hát Olyanról meg, mint a Witcher 3, ne is álmodjunk, vagy a Witcher sorozat. Pedig egy jó kis betyáros RPG azért az jó lenne. A, 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 most gondolj bele, először is könnyű lenne le, leprogramozni, mert az Alföld. De... Pont a Mad Max eszemben, hogy mindenki imádta köztük, én is, hogy milyen jól van optimalizálva. És a rossz nyelvek mindig azt mondták, hogy hát persze, hát a sivatagon mit kell rendelni. Ugyanez, és... az alföldöt így lerendelelet tessék, 200 négyzetkilométer bejárható terület, mindig el kell foglalni a gémes kutakat, és, és mondjuk van egy pulid, aki így jön mellett, mint a fébőlben, ő segít kiesni a kincseket, haramiáknak a, a, a kis házait kell megtámadni. És az NVIDIA majd csinál ilyen. Tárgyakat hozzá? Nem, nem, nem. Az Nvidia majd csinál ilyen új effekteket, amivel el lehet majd adni a játékot, a cutting edge, bad effektus. <laughs> TM. <gül> <gül> és akkor, és akkor különböző ruhákból a betyárodat, különböző bajusz vágásokat csinálod. Különböző a bajusz az egyik így pedig a másik úgy, <laughs> és akkor vagy ilyen Assassin's Creed-szerű az egész. Az is lehet. Portabányan <laughs> <ványának> akarsz lopakodni? <laughs> nem, de a gémes kutakat osztrák katonák őrzik, a Habsburgék őrzik a gémes kutakat, és fel kell szabadítani a gémes kutakat. És achievement jár azért, hogyha mind az ötört beledobod a kódba. és úgy meg így, őket. Így, képzeld el, összegyúrod a witcher a, az Assassin's Creed-eket, a Mad Max-et, a Red Dead Redemption-t, mert hogy lovagolsz, <laughs> meg a GTA-t, az Alföldön egy ilyen játékot kapsz. Játszanem. Ez egy fantasztikus, Pistos, fantasztikus hogy ötlet. Írjunk a kormánynak, a hogy <laughs> adjon fejlesztésre pénzt. Hortobágy the game, vagy nem ne. tudom. Jó-e, hogy a lengyelek látják, hogy a videójátékokban van lehetőség, és jók is benne, és ezt kisaknázzák. Igen, hát ez olyan, hogy a magyarok is jók voltak, aztán így valahogy nem jött össze. Emlékszem arra a játékra, hogy Armies of Exigo? Nem. Az egy ilyen Warcraft 3 klón volt, és az volt olyan, hogy kijött, magyarok csináltak, és ilyen tényleg Blizzard szintű volt ez a, a intrója, a cinematic trailere. És aztán így kijött, és így hát lelkendeztek egy darabig az, az újságírók, és így eltűnt. Tehát te már nem is hallottál róla, vagy... Viszont az Imperium Galactica 2 volt az első olyan videojáték, amit születésnapomra kaptam, mert én mindig szégyeltem. Mert ugye születésnapomra nagyon sokszor akartam videojátékot kérni, de szégyeltem. Egyszer viszont összeszedtem minden bátorságomat, és kaptam is két játékot, az egyik a Wipeout volt, a másik meg az Imperium Galactica 2. Nagyon menő. Voltak azért, tehát voltak. Csak valahogy sosem jött össze. Volt egy olyan játék például, szintén stratégia, mert az Armies of Exegos nyilván stratégia volt. Szintén stratégia, amilyen alternatív valóságban játszódott, ahol a németek így nagyon ráerősítettek így a hadiparra, és ilyen mindenfajta gépezeteket így bedoltak a második világháborúba. De annak már nem tudom a címét. És ilyen itt tudom mekekkel kellett vívni. <laughs> ah, jó kis ötleteik voltak. De hát igen, Crisis Warhead, meg a magyar rendszámú Jeep. És én ennyire emlékszem. És nem is úgy tűnik, hogy az indi játék az most fog elindulni. Én ezt nemrég tudtam meg, már igazából így végeztünk a témával, de szeretném elmondani, mert hogy én is vakon éltem sokáig ezzel kapcsolatban. Mindig imádtam az Assassin's Creed-eknek az előzeteseit, mert sokkal jobbak voltak, mint a játék. Mármint nem a gameplay előzetesek, hanem a, a cinematik előzetesek. Annyira gyönyörűen meg van komponálva az összes, hogy szórakozásban is szoktam nézegetni őket azokat magyarok csinálták, és nem is csak az AC előzeteseknél, hanem rengeteg videojátéknál, mondjuk a Mass 3-nál is. Ha van egy cinematik előzetes, akkor azt egy magyar stúdió csinálja, akikre büszkék lehetünk, mert elképesztő prémium előzeteseket szállítanak. Azt hittem azért, mert elképesztő prémiumokat kapnak a, a biztos azt is. A biztos rengeteget kaptak mondjuk a Revelations. Vagy melyiknek volt az a nagyon szuper előzetes? Ja, emlékszem, az a Revelations volt, hogy hútkó linkelt. A Revelations, ah, kúrva, mert az a téli tájon játszódik. De még a Unity-nek is mennyire gyönyörű volt a cinematik előzetese. Volt Tehát, ilyen... hogy ezt, ezt tudjátok eddig, nem tudtátok valószínűleg, csak én nem tudtam. Volt ilyen, hogy Eidos Hungary. Ú, passz meg. Volt ilyen, hogy Eidos Hungary. Azt így vágod? Nem. Volt. volt. <laughs> Itt tudok róla, nem tudom, hogy mit csináltak végül, de egy nagyon tehát ilyen, nem tudom, 50 fő stúdiója volt Budapesten az Eidosnak. A Ubisoft is olyan, hogy a játékait kb. 8 különböző stúdió mm. -hmm. egyszer, és biztos vagyok benne, hogy Magyarországon is van egy 10 fős iroda, ahol valaki a Ubisoftnak fejleszt. <laughs> Amúgy nincsen, mert Bukarestben van. Ubisoft Bukarest. Majdnem. Mellé. <laughs> <laughs> Kapufa. Nem bánnám, hogyha megint lenne valami. A Paradox nyithatna egy stúdiót. És alkalmazná téged, Igen. mint uh, minőség Nem, én írnám ezeket a kis történeteket, tudod, amit a Crusader Kings 2-ben van, hogy, ja, na, hogy megtalált, a vörös megtalált anyád a sufniban, amikor a, zabáltad a chipset, és ezért választhatsz, hogy elfutsz, és mínusz tíz harci stat. <laughs> <laughs> Oké. <Okay>. Nem tudom. <gül> <gül> Jó. Kicsit határozottabban lép fel majd az állásinterjú. <laughs> Úgy gondolom, kimaxoltuk ezt a témát, már nem hát szeretünk is beszélgetni, úgyhogy... <laughs> úgyhogy a következő megint egyka lesz. <laughs> nem, a következő az lesz, hogy uh, másolás védelem is Doom. Ó, jaj. Jó lesz. <laughs> Maradjatok velünk. <laughs> Kérlek titeket. Mikor játszhatok a dummal? Hát majd, ha elmúltál, 18 éves. Na mi van a Dummal, meg a másolás Na az van a Dummal és sok más játékkal is, hogy kiszökik belőlük a denuvó, vagyis nem kiszökik, néha olyan hülye szavakat találok, nem tudom miért ezeket használom. Ki szedik a denuvót a Dumból, és az Inside-ból is kiszedték, és valami harmadik játékból is. Miből szedték még ki? A um... Tini Ninja Mutant Tech nőcök, újabb kalandjai kettő. Jó, akkor Balázs se tudja, hogy mi a harmadik játék, amivel kiszedték a Denuvo-t. De hogy egyre több játékból távolítják el. A Denuvo nem más, mint egy feltörést megakadályozó szoftver. Szoftver? Programozott megoldás. Te <laughs> végül is? Ez, ez egy a szoftvernek a magyar neve, programozott megoldás. <laughs> lehet, hogy az. Program Solutions. Öm, tehát ezt arra használták, hogy ne az legyen, hogy megjelenik a Tini Ninja Technőcök harmadik epizódja december másodikán, és mármint úgy december 2-3 közötti éjfélen, és akkor december 3 0 óra 10 perckor már elérhető a torrent oldalakon. A torrent oldalakon is a játék. Lényegében kalózkodást próbálják ezzel megakadályozni, és eddig úgy tűnik sikerült is. Mert nagyon sok játékra 3-4 hónapot kellett várni, míg feltörték, vagy nem is sikerült feltörni. Ha meg sikerült feltörni, akkor meg bezengte az internetet, hogy hú, ha sikerült feltörni egy denugós játékot. Tehát akkor, és most az történik, hogy mikor sikerül már feltörni őket, akkor kiveszik belőle a Denuvo-t, mert igazából már célt vesztett a dolog. A Denuvo egy nagyon összetett dolog. A játékosok között már-már már szitokszóként is működik, és nem a... Hát nem mondjam, mint a szekurom. <gül> <gül> és nem, most nem a torrentező, kalózkodó játékosokra gondolok, hanem a hanem a fizetőjátékosokra, akik sokszor panaszkodtak, hogy a Denuvo ront a játékélményen, ront a teljesítményen, és sokszor olyan online igényei vannak a Denuvónak, ami megakadályozza az embereket attól, hogy aktiválják a játékokat, vagy játszanak vele. Erről tudod, mit tudott az eszembe? Hogy egyetlen egy helyen találkozhatsz azzal az 5-10-20 másodpercig nézendő felirattal, hogy ne lopj és másolj DVD-t, ez pedig a legálisan megvásárolt DVD-k eleje. Igen. Sokszor uh, előjött már ez a probléma. Sokszor úgy is volt, hogy a kalauzellenes programok csak a fizető játékosokkal toltak ki. Így volt, amikor a Ubisoft bevezette az AC2-nél talán. Az nem tudom, hogy Denúvó volt-e, valószínűleg nem, de ott is egy. Milyen, voltak mindenfajta fajta Biztonsági megoldások. szoftverek. A kedvencem az volt, ami ötször, vagy háromszor engedett telepíteni téged egy játékot. Az, az még vagy tavaly volt, vagy tavaly előtt? A, jóval régebben talán még az első Batman játék kapcsán volt ez a felhorgadás. Most nagyon ö, ingoványos talajon járunk, mert tényleg erről nem tudunk sokat. Csak amennyi megmaradt, de ez bennem megmaradt, meg talán a spornál volt ez. Éjjel játékoknál nekem is rémlik, hogy... Ö, kiírta, ö... hogy még négyszer telepítheted, és akkor autentikálni kellett a gépet, és akkor levont egyet, és amikor letörölted, akkor visszavette. Meg sokszor ezt ki se írták. Hardware tesztelők szembesültek azzal a problémával, hogy egy csomó konfigon tesztelik a játékot, és mondjuk a 8 nyolcadikra már nem tudják feltelepíteni. Pedig hát ők is megvették, és, és ők is a népnek próbálnak információt szolgáltatni a játékkal kapcsolatban, de ezt nem tudták megtenni, mert kicserélték ötször a konfignak valamelyik elemét, és ezt úgy érzékelte a biztonsági rendszer, hogy hát itt csalás működik. De a Denuvo nagyon sokáig az utóbbi pár évben tényleg úgy működött, hogy működött. Nagyon sokszor próbálták cáfolni, hogy a fizetőjátékosok nem részesülnek semmi hátrányban a denuvo nál tehát a Denuvo nem ront a teljesítményen, de én nagyon sokszor olvastam ilyen performance fórumokat, köszönhetően az Arkham és testvéreinek, barátainak. <laughs> és az mindig volt egy topik, hogy szarú fut a játék, van benne, van-e benne Denuvo? És aztán minden topikban kifejtették, hogy a Denuvo nem ront rajta, aztán azt is, hogy a Denuvo mennyire ront rajta. Ezért alakult ki az, hogy nem szeretik kiejteni a szájukon a PC játékosok azt, hogy Denuvo. De most akkor ez <laughs> kiderült, hogy ront rajta, vagy nem ront rajta? A Denuvo folyton-folyton cáfol, a játékosok folyton-folyton próbálják megerősíteni. Jó, és a teszterek? Azt. Na most kell megnézni, hogy hogy futott a Doom annó, és hogy fut most. <laughs> Tudod, mi a baj, hogy a Doom mindig jól futott? <laughs> Jó, akkor egy olyan konfigot kell összerakni, amin éppen, hogy dörcök 30 hogy nem megy a 26-ra, vagy hogy felmegy a 34-re. Meg sokszor a, a, netes visszacsatolás miatt is problémás volt a Denuvo, mert hogyha valaki éppen három, nem áramszünetben, mert áramszünetben nehéz játszani, de mondjuk szar internet kapcsolattal próbált volna játszani valamit. Tisztem, de mondjuk éppen szarik. Ja, nem, 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 Hát úgy, a Nintendo Switch jön, meg a hasonlók, majd az is Nem, azt az erdő közepén fogják játszani Ákos. Ja, meg nem a látta, kosárpálya. Nem volt. Volt. Nem meg a kosárlabda pálya mentén a Brooklyni csóró telep. <laughs> Na de várjál, a lényeg, amire még nem tértünk ki, csak itt hadováltam, ahogy szoktam, hogy a Denuvo nem sajnálja, hogy kiszedték őket a Doom-ból, mert úgy vannak vele, az a hozzáállás, hogy a denúvóra abban az első pár hétben van szükség, amikor viszik a játékot, mint a cukrot. Viszik a játékot, mint a cukrot ezt, amit te már többször emlegettél, mint a filmeknél az első hétvégés Jós. megtekintések. Itt a Denuvo de is arra hivatkozik, hogy hát májusban jött ki a Dum, most van december 20-a felvétel napja. Mindjárt karácsony. Elmondja, <laughs> mit kértem karácsonyra? Mit? Világbékén. Oh, de drága Amúgy van. van egy valami 50 tételes wishlistem, de abból csak az első 10 tétel ér steam mm. Szóval. Ja, most ez egy utalás volt? Ne kacsingassál ne. már! Nem kacsingatok, pislogok. <laughs> ne. De annyira fáradt vagy, csak félszemelted, ah, hogy neked a, a wishlisted az up-to-date. Igen. Mm. De félretéve a karácsonyt, május bejelent meg a Doom, most december van. Tehát a 60 eurós eladások, 60 dolláros eladások, 20 ezer forintos eladások már mind megtörténtek. Hát igen, most már 15 euróért hozzá lehet jutni. Én 13,50 ért Hát te nagyon ügyes meg. vagy. Én nagyon ügyes voltam, nagyon figyeltem. Önök Amerikában, ahol a gamestop nagyon jó árai vannak, bocs, ez csak zárójelben, de arrohatta a nyugat. Most a Hitment-t látom 15 dollárért. Hát igen. Itt meg a legolcsóbb is 25 euró volt. És a digital download, ami ennek ellenére nem elérhető Európában. A szomorú. De hogy elérte a Denuvo a célját, mert abban az első pár hónapban, amikor nagy mennyiségben torrentezték volna le a játékot, és amikor még a legdrágább volt, tehát akciósan se lehetett hozzájutni, akkor nem volt fent a megosztó oldalakon. Annyira kíváncsi lennék egy statisztikai kimutatásra ezzel kapcsolatban, hogy megdobja-e az eladásokat az, hogy nem lehet letorrentezni. Bennem van egy ilyen idealista kép a kis fejemben, hogy már csak azt torrentezik, aki nem engedheti meg magának. Mert bocs rászok, és erről majd külön beszélünk most csak annyit, hogy annyival, de annyival egyszerűbb megvenni egy játékot, és tisztább, és gyorsabb és kényelmesebb, mint letorrentezni. Én nem értem, hogy ha csak nem kis tizen, akárhány évesekről beszélünk, hanem mondjuk egy kereső felnőttről, nem értem, hogy ő miért torrentezne játékot. Egyszer majd, majd kitérünk részleteiben erre a témára, de teljesen igazad van, egyetértek ezzel. Most meg már hagyj vigyék. Hát most meg már 20 euró alatt be lehet szerezni, szinte mindenféle leárazáson. Meg valószínűleg megkereste azt a pénzt, amit a kiadó meg a stúdió elvárt tőle. Igazából nekem ez tetszik. Logikus is, van is értelme, nem szivatás igazából. Legyen benne védelem fél évig. Aztán vegyék ki. Azt nem tudom, hogy ez egy előfizetéses. Rendszerként működik-e, hogy addig fizetnek-e a denovónak, ameddig benne van a játékban? Ez valószínűleg ilyen színfalak mögötti üzletelési politika, amiben nem fogunk belelátni. De egy kérdés, hogy azért veszik ki-e a denovót, mert hogy különben már fölöslegesen fizetnek érte, mert hogy már fel van törve a játék, vagy azért, mert tényleg vannak a hátrányai a denovónak? amik jobb, ha megszűnnek, azok után, hogy feltörték a játékot. Most, hogy mondod, ö, valószínűbb, hogy az előbbi. Mert ö, szerintem, ha ilyen lépés történik, egy kiadó ilyet lép, akkor az csak azért van, hogy mentse a pénzét. Mert hát, hogy pedig, gondolom, az is munka, a hogy eszi, bárki tudja, lehet, hogy csak egy ilyen denovó feliratú kapcsoló van a falon, és így lenyomják. Valami olyasmi, hogy ma van valami master key, és akkor azzal így hmm. kipecsedik belőle az egészet. Én örülök, hogy megalkotódott egy olyan védelmi rendszer, ami hatékonyan veszi fel a küzdelmet a kalózok ellen, és annyira nem szivatja a játékosokat. Persze még mindig kevésbé szivathatná, de azért ez már haladás a jó irányba. Eszembe is jutott, amit az előbb akartam, de nagyon nem jött a nyelvemre, hogy egy nagyon komoly, krekkelő csapat be is dobta a törölközőt azt mondták, hogy shit. azt mondták, igen, hogy a denovó hatására egy évig nem törnek fel egy játékot se, és lássuk mi az eredmény. Ők is abból indultak ki, hogy na, kíváncsiak leszünk, hogyha mi nem teszünk hozzá aktívan ehhez az egészhez, akkor nőnek-e az eladások. Ez a kísérlet még fut. Uh, nem fűznék hozzá sok reményt, mert az is olyan, hogy ha ők nem csinálják, ott áll ugrásra készen két másik. Uh, Feltétlen, mert ahogy ők azt mondták, hogy Cumi van, sziasztok, azután kezdtek el apadni a feltört játékok. De ugyanakkor ez kihívás is nekik. Nem nekik, hanem úgy ennek a szakmának. Ja, hát igen, igen. Ennek a szakmának. Hát ez, ez egy szakma. Mondjuk hát, igen, gondolom. Nem tudom, mennyi pénzt látnak belőle, vagy nem feltétlenül kell fizetni. Úgy, úgy értem, hogy, hogy szakma, szak... hogy tudás kell hozzá. Az biztos, az biztos. De hogy... Nagy hatással volt a denúvó a játékiparra. Hurá. Hurá. Gondolom. Jobb lenne, ha nem lenne rá szükség, de hát. Oh. Bealás, te kértél karácsonyra világ békét, most ne röhögjél ki engem. Igen, de én már nem hiszek a Jézuskában szóval. De a világ békében igen. Vagy hogy a azt kívánsz karácsonyra, mert úgyse fog eljönni. Pontosan. Eljön, de, na, na, kikezdhetetlen logikád van. Hát akkor ennyi volt a bögre mai epizódja. Ezt csak azért akarom gyorsan átvezetni, hogy jövő héten beszélünk arról, hogy mit hozott nekünk a Jézuska. Jó? Nem erről volt szó. Van mindenre idő. Nem, 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 nem. Nagy bejelentés következik. Én is meg fogok lepődni. Jövő héten átadjuk a bögre díjat. Kat. <laughs> jövő héten átadjuk a bögre díjakat. S közben olyan egy... fejet, mint aki most nyitott egy hentes üzletet. <laughs> Ami egy... Úgy fog kinézni, hogy egy aranyozott kis kanál. Jó, akkor egyrészt nem lepődtem meg, mert ezt már hallottam, másrészt meg nem így hallottam, mert akkor még aranyozott csont volt, kutyacsont. Ja, tényleg. Döntsd el, mert amúl... legyen. <laughs> úgy döntsél, hogy nekem utána fel kell menni és a neten keresni egy tutoriált, hogy hogy lehet aranyozott effektet csinálni Photoshopba. Nem, nem. Nyilván... Viccet félretéve, egy aranyozott bögre lesz. Na, unalmas. Hát most mi legyen? Hát mi, figyelj, ajtó. Itt szitsz mindenkit, hogy unalmas kategóriákat indít. Legjobb RPG, legjobb Na, akciójáték. Igen, ezt akarom, Te érdekes mi? kategóriákat akarsz, de unalmas díjat. Hát akkor mi? Akkor legyen aranypénisz, nem tudom. Ja de egyébként ez egy, ez egy kb. egy JPG lesz, vagy egy PNG maximum, nem lesz igen. konkrét fizikai aranyozott bögre a kezünkben. Igen, csak így kirakjuk, hogy jééééj, e és aláírod majd gravírozva. Ö, igen, ezt akarom mondani, hogy nem lesznek ilyen kategóriák, hogy legjobb RPG, legjobb lövöldözős játéka jelöltek, Battlefield 1, <laughs> Modern Shooter 6, Call of Duty 17, nem. Nem, 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 Hozunk érdekes kategóriákat, és uh, hát, mivel 24-en vagytok, <laughs> nagyon meg se szavazhatunk titeket, hanem most egyenlőre mi döntjük el, majd jövőre talán ti is beleszólhattok, de ellenvetni majd ér. A lényeg a lényeg, jövő héten jön a Bögrő Awards, ez lesz az egyik része a podcastnak, ha valami nagy hírbe esik, akkor nyilván arról beszélünk, de nem igazán számítok rá, mert most inkább mindenki azzal van elfoglalva, hogy eladja azt, amit kihozott karácsonyra, mint hogy promózza azt, ami majd kijön tavasszal. Már elmondtad valamikor. Mikor mondtad ezt? Szerintem csak személyesen. Múlt héten. Szerintem nem, csak... nem. Te, hát te, na, vágtam a felvételt, és abban mondtad. Igen, nem mindegy. Illetve megbeszéljük, hogy mit hozott Jézuska. Semmit. <laughs> na most elintézted, hogy a jövő heti podcastra még rá se kattintsanak te jó kategóriák lesznek, ilyesmi lesz, hogy hogy ö, leg... Nem értem. Inkább nem mondj semmit, mert... Nem mondj. mondok példákat, mert... Mert aztán a végén mégsem lesz benne. Nem vagy a van. kedvem tőle. De jó lesz, higgyétek el, viccesek leszünk, mint mindig. Emlékeztek a Steam Awards-os rész milyen jó volt? Na ez olyan jó lesz, csak sokkal jobb megpróbáljuk magunkhoz mérten de 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 de, de Ákos fogni. fog csinálni hozzá animációt ó édes jó Istenem a karácsony falat karácsony. gyere bontani de még az animáció nincs kész ez pontosan így lesz na nem lesz rosszabb mint eddig higgyétek el bevonzom itt a nézőket köszönjük a figyelmet ez volt a tizedik podcastunk ami azt jelenti, hogy jubiláltunk. Vagy mire álltunk. Vagy péntek van. Nekem azt jelenti, hogy péntek van. Hát kivéve, hogyha megint pénteken este 11.30-kor rakod ki, mert akkor, akkor, akkor szombat van. van. <laughs> Most hogy ezt hallgatjátok. De mindegy. Na, zárjuk vidre. Már az nem fog menni. Akkor zárjuk le, mert hosszú. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az, aki mind a tíz adást meghallgatta, annak még jobban köszönjük, mert nagyon elhivatott, és ő lesz, meg kapni a bögre díjat, a legelhivatottabb nézőnek járót. Ezt tetszik. Jó. Írjátok be kommentbe, hogy hányat hallgattatok meg. De őszintén. Lesz belőle teszt! Sziasztok! Sziasztok!